Ajándékokkal teli, cipős dobozokat gyűjtenek Szexárdon, a Babics Mihály kulturális központban. A cipős doboz akció egy több éves kezdeményezés. Minden évben egyre többen vesznek részt a programban, mondta Gödrei Zoltán, a Babics Mihály kulturális központ kommunikációs osztályvezetője. Ugye én nagyon szeretnék bátorítani és buzdítani arra mindenkit, hogy töltsön meg egy cipős dobozt ajándékkal, és tegye szebbé a gyerkőcök karácsonyát. A cipős dobozba abba kerülhet játék, iskolai eszköz, tanszer, tehát bármi olyan ajándék, amelyel szebbé lehet tenni a gyermekek karácsonyát. Annyi kérésünk van, hogy az ajándékozók, a felajánlók legyenek kedvesek a dobozon feltüntetni a gyermekkorát és a gyermek nemét. Fontos, hogy hogy a csomagban ne legyen romlandó étel, például gyümölcs, törékeny tárgy és gyógyszer. Tavaly több, mint 400 ajándékot adtak át, mondta Gödrai Zoltán. Egyébként a humán szolgáltató központ által pártfogolt, gyermekek azok, akik ezeket az ajándékos dobozokat megkapják, és egészen december 18-ig lehet leadni az ajándékokat itt, a Babismiák Kultás Központ információs szolgálatánál minden hétköznap. Civilek és intézmények is összefognak azért, hogy mindenkinek szép karácsonya legyen. Hatalmas öröm a gyerekek számára, amikor kinyitják a dobozt, hiszen nem tudják, mit találnak benne. Lehetnek benne kisautók, pluszfigurák, színes ceruzák és babák is.